Megváltozott a közlekedési rend a Budaörsi úton, az új kereszteződés építése miatt. Valamint a BKK erre közlekedő járatainak menetrendje is változott. Elkezdődött az aluljáró és az autópálya új nyomvonalának kialakítása. A városból kifelé haladó útpályán változik a víz- és csatornaépítési munkálatok helyszíne. A Sasadi út környezetében a belváros irányába vezető útpályát lezárták, és a forgalmat a kifelé haladó sávra terelték. Továbbra is három sáv járható mindkét irányba, azonban szűkebbek. A Balatoni út felől érkezők egy újonnan kiépített terelőúton keresztül, a Sasadi úti csomópont után önálló sávon tudnak ráhajtani a Budaörsi útra. A gyalogosokat érintő változás, hogy az ideiglenes terelőúton kijelölt Sasadi úti új megállóhelyről. A Sasadi úti gyalogos felüljáró a terelőút mellett nem közelíthető meg. A gyalogosok a Rimaszombati út, Május utca, Március utca útvonalon haladhatnak, amit útirányjelző táblák is jeleznek. A BKK M1-es és M7-es autópályán haladó járatai és a Balatoni úton befelé közlekedő autóbuszok is az ideiglenes terelőúton járnak. A Budaörsi úti, illetve Rimaszombati úti, Sasadi út megállóhelyet az alsó Beregszász utcai csomópont közelébe helyezték át. Sok autóbusz a városból kifelé és befelé is ideiglenesen kihagyja a Sasadi út megállóhelyet. A változások várhatóan októberig lesznek érvényben.